Tisztelt Országgyűlés, Demeter Márta képviselő asszony, az LMP képviselője kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek. Tervezi-e a közeljövőben a kormány, hogy végre a magyar emberek érdekeit képviselje a multikéi helyett címmel? Parancsoljon! Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, államtitkár úr. Önök előszeretettel hivatkoznak a nemzetre, meg a magyar családokra, és hosszú évek óta más sem hallunk önöktől, mint azt, hogy Magyarország az első az önök számára, ám sajnos a tények mást mutatnak. Önök tavaly rekordot döntöttek a multinacionális vállalatoknak odaítélt anyagi támogatásokkal. Tavaly egyedi kormány döntésekkel több mint 86 milliárd forintot osztottak ki a multinacionális cégeknek, a korábbi években pedig 71 milliárd, illetve 64 milliárd forintot fordítottak hasonló célra. A kormány multik irányában tanúsított nagyvonalúsága 2010 óta odáig vezetett, hogy 346 milliárd forintjába került a magyar adófizető polgároknak. Emellett ezeknek a cégeknek több száz milliárd forintnyi adókedvezményt is adnak, amiről a magyar kis- és közepes vállalkozások még csak nem is álmodhatnak. Önök egy rossz szerkezetű és kiszolgáltatott gazdaságot hoztak össze. A futó nagyberuházások alapján 16-szor annyi nagyberuházást visznek külföldi vállalatok, mint magyar cégek, miközben a magyar cégek tőkeinségben szenvednek. A külföldi tulajdonú cégek növekednek, a hazaiak pedig folyamatosan leszakadnak tőlük. Kérem, hogy ne jöjjenek a felminősítésekkel, vagy hogy támogatásokkal milyen sok új munkahelyet sikerült létrehozniuk, hiszen nagyon rossz az egyenlegük, 8 év alatt mindössze 45 ezer új munkahelyet sikerült teremteni, csillagászati áron, hiszen egy munkahely 11 millió forintba került a magyar embereknek. Hol van az 1 millió munkahely? A magyar gazdaság versenyképessége egyáltalán nem javult, az országgyűlésben pedig a gyalázatos rabszolgatörvény megszavazásával feltétlen lojalitásukról biztosították a külföldi nagybefektetőket, a multinacionális nagyvállalatokat. Ezeknek a vállalatoknak szolgáltatják ki a magyar munkavállalókat. A bérek terhei közben folyamatosan csak nőttek, a köztisztviselő illetmény alap pedig 10 éve nem emelkedett. A kormány magukra hagyta a magyar munkavállalókat, és ezek után, bár nem vagyunk túl optimisták a válaszukat illetően, mégis megkérdezem államtitkár urat, tervezi-e a kormány, hogy a jövőben végre a magyar emberek érdekeit veszi figyelembe a multikéi helyett? A kérdés megválaszolásával a miniszterelnök a téma szerint feladat és hatáskörrel rendelkező Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert bízta meg. A kérdésre a miniszter felkérésére Menczer Tamás államtitkár úr válaszol. Parancsoljon! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony! Mielőtt a beruházásokra rátérnénk, engedje meg, hogy elmondjam, felszólásából megértettem, hogy ön szeretné átvenni a külgazdasági és külügyminisztérium irányítását, ezzel nem vagyok meglepve. Látom, hogy a Honvédelmi Minisztériummal már jól elboldogul. Másodikként engedje meg, hogy azt is elmondjam, pontosan tudjuk, hogy ön sem a munkavállalókért nem aggódik, sem senkiért, hiszen az ön korábbi pártja, az MSZP tette tönkre ezt az országot, a jelenlegi pártja pedig szorosan együttműködik a korábbi pártjával. Na most, ami a beruházásokat illeti, mert hogy ön persze keres egy ürügyet, amivel támadhatja ezt a kormányt, de az ürügy is nonsense. A beruházásokról szeretném önnek elmondani, bár elmondta, hogy miről beszéljek, ez egy furcsa műfaj, hogy ön próbál határokat szabni, de próbálom ezeket a határokat feszegetni. A beruházások tavaly 17 ezer munkahelyet hoztak ebbe az országba, 2014 óta pedig 71.800 munkahely létesült a beruházásoknak köszönhetően. Az sem igaz, hogy nincsenek magyar beruházások. A tavalyi évet tekintve a német csoport volt 28 projekttel az első helyen, a második helyen pedig az amerikai és a magyar beruházók voltak 15-15 beruházással. Az sem igaz, hogy itt összeszerelő üzem jön létre. Szeretném ön tájékoztatni, hogy tavaly a beruházásoknál 425 ezer forint volt az átlagbér. Ez 40%-kal nagyobb, mint a 2017-es évben a beruházásoknál. Tehát az világos, hogy önök ezeket a beruházásokat támadják, bár ezekért a beruházásokért régiós szinten és a régián tolmutató szinten is öldöklő versengés folyik, mégis támadják ezeket. Értem, hogy buzog a kommunista örökség és a kommunista hagyomány, mégis kérem, hogy ezeket a beruházásokat ne támadják. Tisztelettel szeretném jelezni, hogy olyan fejrejtett politikai társaságot, mint a magyar ellenzék egész Európában nem láttak. A beruházásokat mindenhol örömmel fogadják. Önök se vegyék el a magyar emberek lehetőségét. Köszönöm szépen.